Szeretettel köszöntöm a lélekmód mai hallgatóit, illetve kedves vendégemet, Újlaki Győri Anna, mentálhigiéniás szakembert. Szervusz, Anna! Szervusz! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fel kell készítenem a hallgatókat, hogy egy nagyon kedves és halkszavú szakemberrel van dolgunk, de egy nagyon kemény fába vágjuk a fejszénket, hiszen... Az a kérdés, hogy az ember fiú-e vagy lány, az alap volt eddig, most viszont ezzel a gender kérdéssel úgy tűnik, hogy a feje tetejére állt a világ, és mi nem szeretnénk ugyan követni, de ahhoz ragaszkodunk, hogy értsük és követni tudjuk, tehát akkor talán a gender, mint olyan szorul először magyarázatra, hogy ne várjuk el a hallgatóktól, hogy ezt csak úgy tudják, hogy mit jelent. Mit jelent ez igazából? A gender szót az angolban a társadalmi nem és a, a biológiai nem megkülönböztetésére találtak ki gyakorlatilag John Manni lehet, hogy később kitérünk az ő személyére. Ugye már ez egy kicsit a fejeteteire áll dolog, hogy miért lenne más a társadalmi nemem, mint a biológiai nemem. Igen, ugye ö, magyarban nincs is erre külön szavunk, ezért használjuk mi is a gender kifejezést, és. Ö, Egészen 1955-ig az angolban is csak a szex szót használták az emberek nemére, és John Money, új pszichológus, használta ezt a szót először emberekre. Ez azelőtt csak nyelvtani kifejezés volt, <laughs> például a német nyelvben a szavaknak igen, szavaknak volt neme. Ő neki viszont az volt az elmélete, hogy hogy azon múlik, hogy valaki férfivá vagy nővé válik, hogy mivé nevelik, és emiatt kezdte el használni ezt a szót. És ezt hogy kapták ennyire gyorsan fel, hiszen ha adna, arra is utal, hogy a neveléstől függ, de a nevelés is függ valamitől, tehát valami kiinduló pontot kellett volna találni hozzá, hogy akkor a nevelés ez hogy találta ki, hogy különbözőre neveli az embereket? Ugye az, az, a gender elméletnek a ami, ami, ugye közös a gender elméletben, mert nem mondhatjuk azt, hogy ez egy egységes, egységes elmélet, sok válfaja van, de ami közös az, hogy, hogy azt vallja, hogy a test, lélek és a személyiség, ezek elválaszthatóak egymástól. Tehát éppen ezért Létezik olyan, hogy valaki adott esetben ö, rossz testbe születik, ez ugye már tovább menve egy kicsit a, a transgender irányba. de ugye John Money ö, többek között ő is azt szerette volna bizonyítani, hogy nem a biológiánk határoz meg minket, hanem az, hogy, hogy mivé nevelnek. És azért tudott ez ennyire elterjedni, mert ő, ő írt ebből egy egy sikerkönyvet. Volt neki egy híres kísérlet, amit azt gondolom, hogy a hallgatóknak is érdemes ö, ismerni, már csak azért is, hogy tudjuk, hogy ki az, aki előhozakodott ezzel az elmélettel. A Reimer végzett egy ö, szörnyű emberkísérletet. kísérletet, Ikreket ö, Ikrek közül az egyik ö, kisfiút ö, vitték hozzá, mert ö, Tehát két kisfiú volt. Igen, egy petélyi viker ö, kisfiúk voltak, akik közül az egyiknek egy ö, orvosi indokú körülmetérés rosszul sikerült, és emiatt el kellett ö, távolítani a, a himnemi szervét, és ö, megsérült. Ö, és, és így ö, a szülők ö, kétségbeesésükben kerestek valakit, aki tud segíteni, és ö, John Manny azt ajánlotta nekik, hogy. Ö, hogy kislánként neveljék hát fel ezt. Ha már úgy sincs férfi nem is szerve, akkor legyen kislány. Igen, és nem mondják el neki, hogy ő igazából fiú, és azt akarta bizonyítani, hogy csak azon múlik, hogy mivé válunk, hogy hogy nevelnek minket, és Bruce-ból Brenda lett, és, és így nevelték ezt a, ezt a kisfiút, és évenként kellett Manihoz vinni őket ellenőrzésre, amelynek során különböző pervez gyakorlatoknak tette ki a kisfiúkat, mesztelen férfiakról mutogatott képet nekik, meg egymás testével kellett mindenféle játékokat végezniük. Maniról tudni kell, hogy ő maga egy pedofil ember volt. De azt akkor nem lehetett tudni, vagy ez nem volt téma a szakmában? Ez, ez úgy tűnik, hogy nem volt téma akkor a, a szakmában. És az nem zavarta John Manit, hogy Bruce vagy Brenda egész kicsi korától ö, fiús játékokkal játszott, verekedett, ö, lányokhoz vonzódott. Ekkor azt mondta Mányi, ö, nem általotta azt mondani, hogy akkor leszbikus hajlamai vannak. Jól és, megcsavarta. igen, és ö, mikor tinédzser lett ö, ez a fiú, akkor annyira annyira depressziós volt már, 11 éves korától foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata, hogy a szülei végül elmondták neki, hogy ő igazából fiú, és azonnal visszaváltott férfiként élt tovább, a David nevet vette fel. Mindeközben John Money sikereket aratott a Nemi Bélyegek című könyvével, melyben boldog kislánként mutatta be Brendát. És a, a sztorinak a, a tragikus vége, hogy Davidnek az először az ikertestvére lett öngyilkos, majd ő maga is. És e, még 2004-ben is idéztek Maninak ebből a könyvéből, és gyakorlatilag ő, ő tudta elterjeszteni a gender fogalmát, hiába nem tudta bizonyítani azt, hogy, hogy ez egy valós dolog lenne. Tehát érdemes tudnunk, hogy kit, kit tartunk a gender ideológia atyának. Hát akkor ez egy nagyon sikeres kísérlet volt, erre érdemes alapozni. <laughs> Pont az ellenkezőjét bizonyította, igen. ugyanakkor ezt, ezt a részét már senki nem hallgatta meg. Ez nagyon bizarr történetnek igen. tűnne, ha csak egy sztori lenne, igen. de akkor ez a valóság. Sajnos igen, David Reimerre rá lehet keresni az interneten. Tehát. Egyáltalán az a kérdés, hogy öm, hogyan lehet, öm, milyen világnézetet képvisel az, amikor az emberek el tudják azt képzelni, hogy egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy legóbábú hogy összeraknak biológiai, társadalmi, nevelési darabok, vagy illetve, ahogy te mondtad, a test, a a, a, és a, a lélek, a, a lélek, személyiség, hogy, mint egy legó, hogy így összerakják, és hát ha véletlenül rosszul rakták össze, akkor... Újra kell definiálni. Tehát ez milyen világnézet áll mögött, talán keresztényként ezt sem át tudnunk? Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, és Ugye minket keresztényeket szoktak azzal megvádolni, hogy a mi hitünk az, az egy vak hit és szemben áll a tudományjal. Ezt, ezt teljesen magabiztosan mondhatom, hogy, hogy nem így van. A mi hitünk az a, az a realitáson alapszik és objektív igazságokon. És a, a gender ideológia viszont gyakorlatilag nagyon hasonlít a gnosztikusok hitére. Ők voltak már az Úr Jézus után nem sokkal, akik, akik azt vallották, hogy a test és a lélek külön választható. És, és ugyanez a, a félvallásos hit jellemző a gender ideológistákra, mi szerint az, hogy, tehát, hogy külön választható a, a Testünk meg az, aki igazán vagyunk. A tudomány ennek teljesen ellentmond, mert. Meg tudjuk, ez a kísérlet is. Igen, igen. Tudjuk, hogy a, a nemi identitásunk az ugye a gondolatainkban van, de a, a gondolataink pedig az agy ö, szervünkben ö, fogalmazódnak meg, tehát a, az agyunk, és a a, a testünk, a gondolataink, a biológiánk ezek teljesen összefonódott dolgok. Tehát szokták mondani, hogy egy, egy férfi testbe zárt nő vagyok, vagy egy női testbe zárt férfi, ez, ez ebből indul ki. Aztán azt is érdemes látnunk, hogy... De ez a... hogy tud ebből kiindulni, hogyha eleve ugye az agyunkban, meg a biológiánkban gyakorlatilag egységesen létezik a személyiségünk, akkor honnan indult ki szintén ebből az alapító gyökérből, hogy én egy, ilyen, ez a mondás, hogy én egy férfi testbeszárt nő vagyok, vagy fordítva? Hát ez, ez egyrészt abból, abból indul ki, hogy, hogy hogy a gender ideológia ignorálja a testi kötöttségeket. Tehát, hogy a testünk az, az nem határozza meg azt, vagyunk. ami vagyunk. Ami... Ez egyébként stimmelne, ne? Mm. <laughs> Bizonyos értelemben nem hiszen a személyiségünk az a szívünkben van, csak az ugye jó helyen van benne a testünkben. <laughs> és, és ugye, ugye nem nem, válasz, nem, vagy, nem választható el a, 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 a személyiségünk a testünktől, mert, mert a, a testünkben élünk. Tehát amellett, hogy hogy a gender ideológia szétválasztja ezt a két dolgot, ugye a postmodern relativizmus mindent relatívvá tesz. Tehát nincs olyan, hogy abszolút igazság, nincs olyan, ami minden emberre igaz, hanem csak az én igazságom van, meg a te igazságod. És, és a, a, a legfőbb. Érték az, hogy én magamat meghatározzam. Tehát én az én érzéseim bírnak a legnagyobb tekintéllyel azzal a világ kapcsolatban. Egyetembe. Igen, meg azzal kapcsolatban, hogy én ki vagyok. Tehát uh -huh. éppen ezért létezhet ilyen, hogyha én úgy érzem, gondolom, hogy én én igazából mondjuk férfi vagyok, akkor az az nagyobb súlya alatban, mint az én biológiám. Tehát ez egy komoly filozófia, Igen. gyakorlatilag vallási világnézet. Igen. Akkor ezt ki lehet mondani. Igen, ez egy, ez egy, úgy szokták mondani, egy ilyen félvallásos hevület, mert tudományos alapja nincsen. És még ami, amit így a filozófiai hátteréről érdemes tudni, az az, hogy egy ilyen, egy ilyen új marxista gondolkodás is van e mögött, Ugye a marxizmus mindig elnyomó és elnyomottban gondolkodik, és a, a gender ideológia eredetileg a feminizmus második hullámából indult ki. Simone de Bevoárnak a nevét érdemes itt még megemlíteni, aki azt mondta, hogy a a nő nem születik nőnek, hanem azzá válik, és ez alatt ő azt értette, hogy semmilyen módon nem határozza meg a, a biológiánk azt, hogy, hogy kivé válunk, és ő azt szerette volna elérni, hogy ugye a nők és a férfiak közötti különbségek megszűnjenek, mert az volt az elképzelésük többeknek, hogy a férfiak rendszer szinten elnyomják a nőket. Itt jön be ez, a, ez az a gondolat, igen. Mm -hmm. Tehát én nagyon érdekes, hogy egész a marxizmusig lehet ezt visszavezetni, viszont amit említettél, hogy minden onnan indul ki, hogy én mit gondolok magamról, ez ugye eléri a gyerekeket, mert ez alapján nem mondhatom meg a gyereknek sem, hogy ő fiú vagy lány, ez milyen következményekkel jár ebben az ideológiai rendszerben? Hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és nagyon sok vezet. Ugye ha egy szülő azt gondolja, hogy azzal teszi a gyermekének a legjobbat, hogyha ráhagyja, ráhagyja azt, hogy ő majd kivé válik, akkor, akkor ezt fogja neki tanítani, hogy a, az ő nemét azt megválaszthatja, hogy egyedül ő tudja magáról, hogy ő kicsoda, hogy ezt senki nem mondhatja meg neki. Erre, erre Nyugat-Európában és, és Amerikában, Kanadában. Számos uh, példa van, ahol ahol ezt már uh, jogilag is uh, engedélyezi a rendszer, hogy uh, hogy uh, kis kisgyereke, kisgyerekek is uh, szociális nemváltáson uh, menjenek át az óvodában vagy az iskolában, bejelentsék úgymond, hogy ők, ők, ők az ellenkező nemhez tartoznak. És ez milyen <kül> feladat elé állít egy gyereket, amikor neki kell erről dönteni? Én azt gondolom, el eltölti hogy... Eltölti a szabadság érzése, hogy neki mindent lehet, sőt, akármit lehet, és akkor egy szabad embernek érzi magát? Ugye ez lenne a narratíva, ez lenne a, a progresszív narratíva, hogy, hogy ez a szabadságnak a magas foka. Ezt látjuk a, az élet minden más területén, felnőttek is, azt mondjuk, hogy akkor vagyok szabad a tehát a, a mai kultúra szerint, hogyha bármit, bármikor, bárhogyan megtehetek, azt tudjuk, keresztény emberként mindenképpen, de egyébként csak józan észre gondolkodva, hogyha az ember minden egyes vágyát teljesíteni, akkor, akkor tragikus vége lenne. Én azt gondolom, hogy, hogy ehhez nem kell konzervatívnak lenni, egyszerűen a pszichológiához kell egy kicsit érteni, hogy tudjuk azt, hogy a gyerekek a végtelen szabadságtól szorongani kezdenek. Tehát az nem egy, nem egy biztonságos érzés, hanem hanem végtelen szorongató, ha mindent nekem kell eldönteni. És azt gondolom, hogyha, hogyha a gyereket megkínáljuk azzal, hogy még az, abba sem vagyunk biztosak, hogy te igazából fiú vagy vagy lány, akkor egy hihetetlen terhet teszünk rájuk. És ezt... Hogy fogják viselni, mihez vezet ez, csak azért, hogy mindjárt a és részével kezdjük ezt a történetet. Mondjuk, hogy valaki ezt megadja neki, mire számíthat, milyen uh, érzéssel fog a gyerek felnőni. Igazából azt uh, látjuk, uh, hogy uh, amíg Mindez idáig a társadalomnak 0,01 a volt nem identitászavaros, vagy most úgy mondjuk, hogy transgender, tehát nem, nem váltó. Ez azt jelenti, hogy tízezerből egy ember most hihetetlenül megugrottak ezek a számok. Tehát ezzel, hogy a gyerekeknek megengedjük, felkínáljuk, hogy, hogy döntsék el, hogy, hogy mi a nemi identitásuk, nyilván nagyon-nagyon megnövekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik tényleg bizonytalanok abban, hogy ők, ők, ők mik is e, igazán is. Egy érdekes adat, hogy például 2007-ben az Egyesült Államokban egy genderklinika volt, napjainkban 300. Tehát olyan szinten megnőtt az igény ezekre a szolgáltatásokra, hogy, hogy ez elképesztő, és sokan mondják azt, hogy ennek az az oka, hogy most már a társadalom elfogadóbb, hogy, hogy most már előmennek bújni jobban a, a nem identitás zavaros fiatalok, viszont azt is kell látnunk, hogy amíg az elmúlt száz évben gyakorlatilag csak és kizárólag nem identitászavaros férfiakról van adatunk. Most a tinédzser lányok között hihetetlenül ö, dúl, ilyen ragályszerűen a, a nem identitászavar. Ezt nem mondjad, hogy divat? Ö, mondhatom azt, hogy egy, egy rossz... Ö, rossz divat ugyanúgy terjed, ahogy az anorexia nervóza, a vagdosás, egyéb önbántalmazó magatartások, ugye ez is egy önbántalmazó dolog, ha belegondolunk, hogy egy biológiai egészséges lány mondjuk pubertás blokkolókkal blokkolja a menstruációjának a beindulását, levágatja a melleit, tesztoszteront kezd el szedni, és tudjuk azt, hogy ez miért van, hogy pont a tinédzser lányok, mert ők azok a, a korcsoport, akik mindig leginkább kivoltak téve a, a kortárs nyomásnak. Tehát egyszerűen ö, olyan adataink vannak, hogy például a Tevisztok klinikára, ez az Egyesült Királyságban egy híres genderklinika, 2016-17-ben a, a beutalt Fiataloknak a kétharmada lány volt. Hogyha belegondolunk abba, hogy eddig szinte egyáltalán nem voltak lányok. És Én... nem csak az elnyomás miatt, hogy ők ezt nem engedhették meg maguknak? Egyszerűen nem volt. És ezeknek a tinédzser lányoknak a gyerekkori anamnézisébe semmi olyan nincs, ami nem zavarra utalna. Tehát ezek olyan lányok, akik, akik teljesen egészséges kislányok voltak, és most hirtelen. Hirtelen hm. azt mondják, hogy ők igazából fiúk. Hogyha azt mondod, hogy azért volt egy, egy 0,1%. 0,01. Az Tehát még ez kisebbet igen. jelent. Ö, honnan tudja ma azt valaki, aki ezzel küzd, hogy ő nem ebbe tartozik, pont bele? És hát lehet, hogy a többiek divatot követnek, de ő speciál, pont ez a 0,001%. Ugye ezt szokták mondani érvként, hogy hát aki aki aztán meggondolja magát, az nem is volt igazából transz. Ez egy valós mentális probléma, és ugyanúgy, ahogy az anorexia nervózára is mondjuk azt, hogy, hogy hát ő tényleg, tényleg szenved attól, hogy mondjuk azt gondolja, hogy ő kövér. Itt a kérdés szerintem az, hogy hogy mit kezdünk velük. Igen. Tehát, hogy, hogy akkor még ha valakinek valós nem identitás zavara is van, akkor azzal mit kezdünk? Az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy ja, te tényleg igazából ez vagy, és most vagy az igazi önmagad, és ebben támogatlak. Mondjuk egy fiúnak azt mondjuk, hogy jó, akkor, akkor vágassuk le a himnemi szervedet, és mellimplantátumok, és egész életedbe hormonkezelés, vagy azt mondjuk neki, hogy, hogy abban segítelek, hogy megtaláld azt, hogy te, te neked a, a biológiáddal hogy tudsz ö, ö, azonosulni? Tehát, hát se... Igen, ez egy óriási kérdés, de úgy tűnik, amit ugye úgy neveznek, hogy gender mainstream, az nem ezt. Ö támogatja. Hát mondanám úgy, hogy nem ezt nyomja, mert gyakorlatilag leginkább nyomja, de hogy létezik azt, hogy ebből a 0,001%-ból plusz egy olyan kísérletből, ami még első hallásra is, meg másodikra is nagyon bizarnak tűnik, egy olyan mainstream lett, úgy egy fő áramlat, ami ezeket a kérdéseket már szinte lehetetlenné teszi, hogy föltegyék. Nagyon érdekes, hogy amíg például a a melegjogok elterjesztéséhez hosszú-hosszú évtizedek kellettek. Ugye a, a transgender ideológia az körülbelül tíz év alatt uh, robbant igen. be. Tehát éppen a napokban... Még fel se igazából. Igen, igen, és olyan, olyan uh, fogalmakat, amik, amiket uh, tíz éve egyáltalán nem használtunk, hogy, uh, hogy gender, hogy nem bináris, uh, transgender, stb. Ezeket... Uh, amikről alig tudunk valamit az, az okukról, a, a, a kezelésről, ma dogmaként Igen. kezelt igazságok ezek. És hát nagyon összetett kérdés, hogy ez hogy tudott ilyen hamar elterjedni. Azt kell látni, hogy az ösztársadalmi szinten már elfogadott dolgok voltak azok, hogy ugye az érzéseink a legfontosabbak, vannak ezek a szlogenek, hogy csak hallgass a szívedre, vagy, vagy angolul you do you, tehát, hogy amit, ami, amit Te csinálod te, te, magadat? Hát, hogy, 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 hogy amit te akarsz, azt, azt csinál. Tehát uh -huh. a saját igazságnak a a, Tehát a ez azért előkészített. Ez megágyazott ennek, mm -hmm. igen, igen. Ez igen. egy nagyon érdekes gondolat, hogy gyakorlatilag akkor ez sem úgy robbant be, csak nem vettük észre, hogy már elő van készítve, igen. mert az, hogy hallgass a szívedre, és hát megkockáztatom, hogy pont egy ilyen posztszocialista országban, mint a miénk, ez nagyon jól is jött, hiszen akkor meg arról volt szó, hogy semmit nem számít, hogy mit érzel. Igen. Ez azért nagyon bonzóvá tette ezt. És azzal együtt is nem itt robbant be. Igen. És még egy, még egy Gondolat ehhez, hogy ugye, ha van egy teremtő, akkor az a teremtő megmondhatja, hogy hogy hogy, hogy milyenek az ő teremtményei, és hogy, hogy hogy éljenek, de amint amint kitesszük az Istent a képből, marad a, az ateizmus, hogy véletlenül jöttünk ide erre a világra, akkor mi magunk határozhatjuk meg a lényegünket, a célunkat, ez is, ez a, a az ideológia is megágyazott a, a gender és transgender ideológia elterjedésének, és ugye nyugaton látjuk azt, hogy ahol nem éltek kommunizmusban, ott most nagyon-nagyon terjednek a, a kommunista vagy szocialista eszmék. Igen, ideálok. Egy kicsit így kanyarokat vesz olyanokat az ideológia, amit nem is számítottunk rá. Tehát szerinted akkor itt azért nem tudott ennek annyira megágyazni, mert ez nekünk túl gyors lett volna, még csak most kezdtünk az érzelmeinkkel is egyáltalán foglalkozni, nem nemhogy azzal, hogy akkor most még ezt is én határozzam meg, hogy fiú vagyok-e vagy lány, vagy minek köszönhető az, hogy azért mégsem kelet-európában euh, main, lett mainstream, lett főáramlat egyelőre ez, és reméljük nem is lesz. Igen, hát úgy, úgy látom, hogy ugye a szexuális forradalom is először Amerikában hódított, és aztán szépen lassan mi is kaptunk ezekből a idézőjelben jó kis gondolatokból. Itt itt Kelet-Európában és Közép-Európában eddig egy kicsit úgy védve voltunk ezektől a, a gondolatoktól. A vasfa, ezt, ezt nem is tudom, hogy, hogy pontosan mi miatt. Ugye a, a amerikaiak is kapkodják egyébként a fejüket, hogy öt évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk azon menjen a vita, hogy, hogy lehet-e nőnek mondani a nőt, vagy pedig szülőember, vagy vaginával rendelkező test. Nem, nem túlzok ilyen. ilyen felvetések vannak, hogy a nő helyett egy inkluzívabb ö, ö, megsz... De hát már arról is vita volt, hogy szülő, hát ha mondjuk, hogy férfi szülhet, akkor már nem igen. mondjuk azt, hogy szülő ember az csak nő lehet, tehát nagyon el van ez ezért, ez Ezért ez mondjuk azt, már. Hogy, hogy nem nő, hanem szülő ember, mert ugye... A... Ja, hogy ez lehet férfi is. igen, igen. Igen, igen. De Itt akkor az hogy... már nem is határoz meg semmit gyakorlatilag. Tehát most akkor van egy definíciónk, ami mögött nincs fogalom. Ez, ez egy nagyon nagyon fontos gondolat, amit, amit felhozol, mert hogyha ahhoz ragaszkodunk, mondjuk, hogy a transznők is nők, akkor meg kéne tudnunk határozni, hogy mi a nő. De bármilyen gender ideológistát megkérdezünk, nem fog tudni egy definíciószerű, meghatározást mondani arra, hogy mi a nő, mert ugye szótári definíció szerint a nő az nő nemű felnőtt ember, de, a, a, de ehhez hozzáteszik, hogy és bárki, aki annak gondolja magát, tehát akkor, akkor nem, nem tudjuk nem nincsenek tudjuk, keretek, igen, és akkor viszont miért ragaszkodunk ehhez a szóhoz, hogy ők is ők is nők, hogyha nem tudjuk ezt definiálni elég kaotikus virágot vetít ez előre. Mi okozhatja vajon azt, hogy valóban egy ilyen kis csoport, egy rosszul sikerült kísérlet, és mégis ekkor tettek szert? Ki, kinek állhat ez érdekébe ez a klasszikus kérdés? Azt gondolom, hogy sokféle embernek állhat ez érdekében. Azt kell tudnunk, hogy például az LMBTQ aktivisták, ők nem nem az egyes emberek érdekeit ö, szolgálják. Ezt tudni kell, de ők nem ezt állítják magukról. Igen. Ők azt igen. állítják, hogy ők a legemberbarátabbak, hiszen nagyon elfogadóak, ellentétben például velünk, akik szeretnénk tudni, hogy férfi vagy nő, vagy tehát, hogy keretekbe gondolkodnánk. Tehát ez azt jelenti, hogy én nem vagyok elfogadó. Ugye ez is igen. már egy újabb csavar. Igen. Tehát, hogy ö, ugye az LMBTQ lobby, az egyértelműen e mögött van, a, a mögött, hogy ez ennyire el tudott terjedni, azt, azt tudnunk kell, hogy dollármilliárdok vannak a, a lobby mögött, és, és nem véletlen, hogy hogy olyan módon terjed ez, a, ez az ideológia, ahogy ezen kívül sajnos a politikába is abszolút belemászott ez a, ez a kérdés. Ugye az amerikai elnök is a, a az egyik leg az új-amerikai elnök egyik legelső intézkedése ö, érintette a a, a transgender ö, témát, tehát ő is ő is ö, annak ellenére, hogy elvileg ö, a, egy ö, politikus az ment azt mondják, hogy mondjuk keresztények ne vigyék be a hitüket a politikába, ez abszolút ö, belekerült valahogy mégiscsak a, a transgender mainstreaming, az, hogy ö, hogy versenyezhetnek például ö, biológiai ö, férfiak nők ellen, vagy az, hogy a... Ezen szoktunk nevetni, hogy fordítva azért annyira nem tolonganak. Igen, igen. vagy hogy börtönökbe ugye, ö, megválaszthatják azt, hogy, ö, hogy milyen... milyen ö, Börtönbe szeretnének menni, hogyha csak egy egy biológiai férfi azt mondja, hogy én a, én nő vagyok, akkor rögtön beengedik a női börtönbe, hát vagy az, hogy... kimondhatatlan következményekhez vezet. Igen, hát, igen. Ő nyilván megvan a maga érdeke, amiért ez neki jó mondania. Igen, és ugye ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ő nem nő, ugye az ideológia szerint, hogyha ő annak gondolja magát, akkor ő az, vagy ugye a WC a, 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 a Vécéknél, hogy bárki bemehet bármilyen ö, mosdóba, amiben szeretne ezzel, rengeteg visszaélés van. De ezeket a dollármilliárdokat kinek érdeke belerakni? Tehát marad ez a kérdés, hogy vajon kinek jó az, hogy ez ilyen szinten kerül be a politikába és erőltetik rá a társadalmakra. Aztán... És nem győzzük hangsúlyozni, hogy 0,001%-ról van szó valójában, ha bár ez nő a divat által. Igen. Um, tehát igen, tízezerből egy ö, embert érintett ez eddig. Azt gondolom, hogy van egy olyan ö, csoport, akik tényleg azt gondolják, hogy ezzel jót tesznek a, a világnak, hogy hogy ez tényleg az, a, az ő hitük szerint, ez a szabadságnak a, a magas foka, és azt gondolom, hogy ma 2021-ben a jó emberkedésnek része az, hogy elfogadóak vagyunk. Ez alatt azt értik sokan, hogy mindent... Ö, mindent jónak is tartunk, mert ugye az elfogadás, hogyha csak annyit jelent, hogy az embert szeretem, és de, de a magatartásával nem értek egyet, ugye ez keresztényként számunkra, ezt jelenti az elfogadás, de, de ma jó embernek lenni azt jelenti, hogy, hogy egyet is értek vele, és ünneplem. És azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik pedig pontosan tudják, hogy hogy ha a családokat szét lehet bombázni, ha a nemi identitásban meg lehet kavarni embereket, ha már nem biztos az, hogy, hogy a férfi férfi, a nő nő, akkor nagyon könnyen elindítható egy egy olyan fajta társadalomformálás, ami bizonyos embereknek a vágya, a célja, az érdeke. És ebben bele se szeretnénk gondolni, hogy ez hogy fog festeni, ha már a kezdete ennyire bizarr és kaotikus. Mm. Hogyha most a legújabb hír az volt, hogy Kaliforniában már gendersemleges gyerekjáték. Boltokat kell fenntartani, vagy legalábbis minden játékboltban legyen egy olyan oszlop, ahol ezek választhatnak. Hogy lehet akkor egy gyereket gendersemlegesen nevelni, mert az még itt Magyarországon is egy-két szelep szájából elhangzott, hogy ő nem akarja ráerőszakolni a gyerekre, hogy fiú legyene vagy lány, és ö, akkor majd hagyja őt kibontakozni. Ez, ez alatt mit ért vajon? Ugye mögött is az a gondolat van, hogy hogy a, a nemünk az egy fluid dolog, tehát az változhat, az, az lehet hol ez, hol az, és az csak mi tudhatjuk magunkra nézve. És őszintén szólva, el sem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, mert, <laughs> mert, mert ilyen egészen bizarr dolgokat lehet látni. Ugye sokan már. Mondjuk a YouTube-ra is feltesznek egy-két ilyen riportot, hogy hogy ez hogy zajlik. Megkérdezik mondjuk a gyereket, hogy ma, 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 ma mi, mit szeretnél, milyen névmásokat használják. Ugye az angolban hi, she, és, és ugye a nem bináris, ami egyik se, hogy se fiú, se lány, arra használják a they. Ez egy abszurdum az ők, mint Mert hogyha... Hát ez többes számba van eleve, ugye igen. ettől is abszurdum. Igen, tehát többes Vagy eszámban... ez azt jelenti, hogy nagyon fura az ember, és mindenféle van benne, vagy nem tudom, mire gondolhatnak. Itt, itt, itt ez, egy, ez egy mondva csinált kategória, hogy, hogy azok az emberek nem binárisak, akik, akik se nem férfiak, se nem nők. Vagy is-is. Is-is, igen. Tehát a, a gender semleges ö, gyereknevelés, az egy fából vaskarika, úgy, úgy elképzelem ö, ezeket, a, ezeket a gyerekeket, akiket nagyon sajnálok, hogy mi történik akkor, amikor, amikor pelenkázzák ezeket a gyerekeket, amikor fürdenek. Mondjuk egy, egy ö, gyereknek azt mondják, hogy ö, Biológiai kisfiú vagy, de de te igazából, ha kislánynak érzed magad, akkor kislány vagy. Minden egyes alkalom, amikor az a kisfiú szembesül a, az ő ö, himnemi szervével, az egy hihetetlen szégyen. Tehát, hogy, hogy ö, nem akkor teszünk jót a gyerekeinknek, ha rájuk bízzuk, hogy, hogy döntsék el, hogy kik ők, hanem hogyha adott esetben nem identitás zavara van, akkor átsegítjük őket. Ugye tudj, ezen, a, ezen, az időszakon tudjuk azt, hogy, hogy akinek gyerekkorában nem identitás zavara van, az ő 70%-uk felnőve a saját nemével tud azonosulni. Tehát korábban az volt a, a megközelítés mód angolban watchful Waiting, tehát egy ilyen figyelővárakozást alkalmaztak, akár pszichológusok is figyelgették az ilyen gyermeket, és azt találták, hogy hogy nagyon nagy százalékban 70. Vannak olyan felmérések, amelyik szerint 85 90 százalékban, aztán rendeződött ez a nem identitás zavar. És ez a százalék is már azokra vonatkozik, akik mondjuk száz százalékban zavarokkal jöttek, Igen. nem a gyerekek száz százalékára. Nem, 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 tehát a, a nem identitás zavarosok 70 százaléka aztán felnőve nem küzdött már ilyen, ilyennel. Tehát amikor azt mondja egy három éves gyerek, vagy két éves gyerek, hogy én igazából ö, fiú vagyok, ő még azt sem tudja, mit jelent férfinek lenni, mit jelent ö, nőnek lenni. Ilyenkor a szülő ö, feladata az, hogy a realitással szembesítse, hogy nem édes, édesem, te lány vagy. Ugye semmilyen más területén az életnek nem kínáljuk fel a gyerekeknek azt, hogy igazából az ő gondolataik azok a valóság befolyására, befolyásolására képesek. Ezen a szeletén az életnek, viszont úgy viselkedünk, mint hogyha varázspálca lenne a kezükben. Akkor nem kellene és... családtámogatás, mert egy kis mm. lakásra mondhatnánk, hogy ez egy nagy ház. Igen. Vagy ahogy, ahogy egy valós történet, egy, egy, egy influencer, Oli London, ő az első transz-kóreai, aki megcsináltatta a szemét kóreai formájúra, és azt állítja magáról, hogy ő, ő egy igazából Kóreai ember, és, és mondhatnánk, hogy na ez aztán abszurd, de igazából még sokkal kevésbé meghatározó az, hogy melyik raszhoz tartozunk, mert ott tényleg vannak átmenetek, Igen. mint az, hogy, hogy mi a nemünk. És előfordulhat, hogy esetleg a lányoknál pontosan azért merül ez föl pubertáskorban, mert például a női nemiszervek a melle, például akkor kezd nőni, meg hát akkor női esedik, még egy kisfiúnál ugye rögtön. Hát mondjuk egy női nemiszerv is látszódik, csak ugye ez a kisfiúknál szokott inkább téma lenni. Igen, ugye a, a, azért van gyakrabban a fiúknál ö, nemi identitás zavar, mert kettő-négy éves kor körül alapozódik meg a nemi identitás, és leegyszerűsítve arról van szó, hogy amikor megszületünk, akkor az édesanyánkkal vagyunk összenőve, ugye rá vagyunk utalva, és, és kettő-négy éves kor körül a lányoknak is oda kell tudni állni az anya mellé, de ez egy viszonylag egyszerű dolog, mert, mert ugyanazon az oldalon maradunk, az édesanyánk oldalán. A fiúknak viszont át kell tudni állni az apa oldalára, hogy én eddig anyával voltam összenőve, de én olyan vagyok, mint apa. És ha itt ez, a, ez az átlépés, ez a nagy életfeladatban sérülés van, ott tudnak kialakulni akár homoerotikus gondolatoknak a megalapozódása, akár nem identitászavar. De És ez ami... ugye kell egy apa. Igen, igen, igen. Ez elég fontos pont tud akkor igen, lenni. Igen. Tehát az apa az kulcskérdés ebben az egész történetben, és visszatérve a kérdésedre, abszolút a, a, a tinédzser lányoknak ez a, a nagyon érzékeny, érzelmi és hormonális életszakasz a, a, a kamaszkor. Ez azt gondolom, hogy egy, egy olyan fiatal lánynak is, akinek nincs nem identitás zavara, neki is egy nehéz időszak. Szerintem sokan tudunk azzal azonosulni, hogy amikor elkezdett változni a testünk, az egy az egy diszkomfortos, nem feltétlenül pozitív előjeli folyamat volt. Én, én biztosan vissza tudok erre. Hát minden emlékezni. változás jó is, meg hát egyben kihívás Igen. is, és hát ugye Igen. az az első változás egy kis lány életében, nem olyan, mint mondjuk később, hogy Igen. néha lefogy az ember néha meghízik, és kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy vannak változások. Igen. De ugye ez az, az legelső nagy változás. Igen, és, és hihetetlen rossz mentálhigiénés állapotban vannak a mostani tini lányok a, a felmérések szerint, tehát a depresszió, a szorongás nagyon-nagyon magas náluk, és egyértelműen látszik, hogy ennek a, az egyik legmeghatározóbb mozzanata az a közösségi média. Tehát ezt nagyon, nagyon kell tudnunk, hogy... Hogyha végig gondoljuk azt, hogy egy, egy kis tini lány mit lát mondjuk az Instagramon, egyfelől látja a plastikázott vagy bombanőre csinált Insta modelleket, akikért ugye a fiúk rajonganak, akiket a pornóban is látnak sok esetben, lát egy ilyen ideált, összehasonlítja vele a, a most fejlődni induló testét, látja, hogy, hogy lehet, hogy soha nem fog ide eljutni, és akkor megkínálják őt az influencerek azzal, hogy igazából te azért szorongasz, és azért érzed rosszul magad a testedben, mert te igazából fiú vagy, és ilyen bizonyságtétel illatú dolgok vannak az Instagramon, Youtube-on azzal kapcsolatban, hogy a tesztoszteron milyen csodákat végez egy-egy lánynak az életében, és akkor elgondolkodik, hogy lehet, hogy nekem tényleg ez a problémám. És megtapasztalja azt, hogy a tesztoszteron rövid távon tényleg szorongásoldó, ugye a Férfiaknak van egy ilyen előnye, a hormonális előnye a nőkkel összehasonlítva, hogy hogy igen, van, van a tesztoszteronnak rövid távon egy szorongásoldó hatása, tehát azt tapasztalja meg adott esetben a lány, hogy tényleg megoldódtak rövid távon a problémáim, csak éppen hosszú távon megmaradnak ugyanazok a, a mentális nehézségek vagy ön, önképpel kapcsolatos. Ö, Küzdelmek, amik amik voltak előtte. Sokan rájönnek arra, hogy nem ez volt a megoldás, csak sokszor akkor már késő. Hát akkor itt állunk egy feladat előtt, ami elég nagynak tűnik, mm -hmm. és te szoktál előadásokat, illetve beszélgetéseket tartani erről keresztény közegben is. Mit tanácsolsz akkor? Most látva ennek a gyökereit, látva az ideológiát, látva ugye a károkat, amiket okoz, hogyan foghatunk hozzá keresztényként mi, akiknek van azért kájha, ahonnan elinduljunk? Én azt gondolom, és, és abban hiszek, hogy, hogy a hazugságokat kell lepleznünk, és az igazságot szólnunk, és, és az egy jó hír, hogy keresztényként a realitás az a mi oldalunkon van. Tehát, hogy nem A, kell a jó a barátunk. Valóság, igen, igen nem, nem kell megkunyászkodva képviselnünk a, a bibliai igazságokat is. Számomra nagyon különleges, hogy a Biblia összes könyvé. A legelső könyv legelső fejezetébe beszélt már Isten erről a témáról, hogy férfivá és nővé teremtette őket, és hogy az Isten képmására vagyunk megalkotva. És azt gondolom, hogy a, a mostani fiatalok olyan napi szintű nyomásnak vannak kitéve ezzel a témával kapcsolatban, most arról számolnak be a mostani tinédzserek, hogy a legjobb barátnőm gondolja azt, hogy nem bináris. A, a, az osztályban van egy csomó olyan fiatal, akiknek ez téma. Tehát mo szoktam nekik mondani, hogy nálunk ezeken nem is kellett gondolkozni, nem is létezett ez a kifejezés, hogy nem bináris. Tehát azt gondolom, hogy hogy elsősorban a szülőknek a feladata az, hogy hogy hangsúlyozzák azt, hogy milyen, milyen, jó az, hogy férfiaká és nőké teremtett minket Isten, aztán az egészséges szexualitásról beszéljünk. Ne csak arról beszéljünk a fiataloknak, hogy várjál a, a házasság giga ez egy nagyon fontos üzenet, de, de önmagában kevés. Beszéljünk nekik a, a miértekről, hogy, hogy, miért annyira fontos Istennek a házasság, hogy nem mindegy, hogy egy férfi vagy egy nő házasodik össze, mert, mert Istennek a szövetségi szeretetét mutatja be egy ilyen különleges metaforával Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát, és hogy ez mennyire különleges. Tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy a fiataljainknak szüksége van olyan ö, érvekre, amik tudnak nekik segíteni, és ez önmagában. önmagában ö, még kevés lehet mellé kell, mellé kell tenni az ő személyes meggyőződésüket, személyes de azt gondolom, hogy, hogy kezdő lépésnek fontos akár egy ilyen sztorit elmesélni, hogy John Money és a Rhymerikrek kísérlete. Figyelj, mit jelentenek ezek a szlogenek, hogy, hogy love is love? Hogyha, hogyha a szerelem az szerelem, vagy szeretet a szeretet. Oké, de mi a szeretet? Vagy mit értünk elfogadás alatt? Vagy tényleg akkor szeretem őt? a leginkább, ha megerősítem őt egy hazugságban. Ha anorexiás lenne, akkor sem mondanám neki, hogy gyere, akkor te tényleg kövérnek érzed magad, akkor fogyózunk együtt. Nem baj, hogy belehalsz, de, de én fogyózok veled együtt, mert te ez vagy. Ugyanígy viszont azt gondolják sokszor a fiatalok, hogy akkor szeretem jól az én barátomat, ha megerősítem őt abban a tévképzetben, amiben van. Tehát hagyjuk a tépképzeteket másnak, mm. nekünk maradjon akkor a valóság, és hát ez nagyon bátorító, hogy a valóság a barátunk, akkor nem kell különleges fegyvereket elővennünk, hanem maradjunk az igazságnál, és a valóságnál akkor ez segít. Igen, <laughs> és a, annyit tennék még hozzá, hogy hogy Jézus mindig százszázalék szeretet, és százszázalék igazság volt egyszerre. Sokszor szeretnék azt mondani, hogy a kereszténység, az elfogadás vallása nektek mindig, Szeretni kell, kérdés, hogy ez mit jelent, és hogy, hogy egyiket se hagyhatjuk ki, az igazságot se, és a, a szeretetet se. Ez valóban ö, olyan kiegyensúlyozottá teszi, hogy ez egy újabb beszélgetés témája lehetne, hogy mi mindent mondanak ránk, hogy a keresztényeknek az a dolg, hogy karitatívak legyenek, mm. a keresztényeknek az a dolg, hogy elfogadók legyenek, nekünk meg az a dolgunk kereszténként, hogy az igét olvassuk, és onnan mm. tudjuk, hogy mi a mi dolgunk. Igen. És akkor ez a nagyon bonyolult és egyébként rendkívül ijesztő téma is meg tud találni a helyét ebben a világban, de megmondom őszintén, ijesztőnek találom, hogy a gyerekeink ebben nőnek föl, tehát nagyon hasznos volt ez a beszélgetés ebből a szempontból is. Nagyon köszönöm Újlaki Győri Annának, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.